Sziasztok, üdvözöllek titeket ebben a mai igen váratlan streamben, ugyanis történt az, hogy arra gondoltam, hogy milyen lenne az, hogyha esetleg az új sorozathoz a legelső részt ugye streamben venném föl nektek. Ez alatt azt értem, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan is szokott zajlani egy ilyen új paknál ugye egy sorozatnak a kiötletelése, illetve az, hogy hogyan szoktam ezeket a videókat felvenni. Ugye ezt kiírtam Discordra is, illetve kiírtam YouTube-ra is, és többen is azt írtátok, hogy titeket ez tökre érdekelne, úgyhogy úgy voltam vele, hogy végül is egy próbát tehetünk, úgyis gondolkoztam azon, hogy ugye lenne olyan sorozat, ami ugye csak videó formájában volt a csatornámon, viszont akár így streamben folytatnánk, ugye úgy, mintha videó lenne. Szóval a legfontosabb az az, amit ki is rögzítettem nektek chatre, tehát az direkt van rögzítve, hogy ez alatt a stream alatt most nem fogom annyira gyakran nézni a chatet, úgyhogy kérlek, légy színes, értődjetek meg, hogyha nem tudok most itt kérdésekre válaszolni, stb. Tehát ezt most én úgy kezelem, mintha egy videót vennék föl. Ez a legfontosabb. El fogok nektek mondani dolgokat, hogy én hogyan szoktam megoldani, illetve hogy mit miért csinálok egy-egy videóban. A vágás valószínűleg viszont nem lesz benne ebben a streamben, mert ugye 5 órától fogunk Bencével donstarvozni, illetve utána warzónozni, és úgy voltam vele, hogy valószínűleg így a vágás késő estére marad, szóval lehetetlen lenne sajnos ezt megoldani. Nagyon menő lesz a streamben. Na, már most olvasom a chatet, de nem szabad. Ezt egyébként nekem is meg kell szokni. Szóval, elköszönés, beköszönés természetesen majd utólag fogok hozzá fölvenni, szóval nem fogok itt cringe-eskedni, általában azt szoktam a legtöbbször újra kezdeni. De sziasztok, Andi vagyok, és akkor itt is lennénk egy teljesen új Sims kiegészítővel, az Eco Lifestyle Pack-kel. Ugye ennek a kiegészítőnek az a célja, illetve ugye arról is szól ez a kiegészítő, hogyha esetleg még nem láttátok róla a trélert, egyébként azt a leírásban meg fogjátok találni, hogy ugye újrahasznosítsunk dolgokat, illetve ugye az egész community-t összerázzuk, tehát ugye kapunk egy teljesen új szomszédságot, és ott összefogjanak az emberek, és ugye Evergreen Harbort újból szép zöld környezetét tudjuk varázsolni, ugye itt is teljesen meg fog változni a világ, ugyanúgy, mint Sulaniban, és rengeteg, de rengeteg ilyen újrahasznosítással kapcsolatos dolgot fogunk majd ugye megtalálni ebben a pakban, és én arra gondoltam, hogy egy olyan szimet szeretnék most létrehozni, egyébként itt vannak a Create a Sim itemek, tehát ezeket itt meg tudjátok nézni, hogy lesz egy kis sztória, és ezt a sztorit is valószínűleg föl fogom hozzá majd külön venni. A sztória egyébként az lesz a Simünknek, hogy egy igazán gazdag, lusta pasasból hirtelen nincstelen lesz, és ennek a lusta, gazdag pasinak ugye rendbe kell hoznia tulajdonképpen ezt a kis város, teljesen meg fog változni. Több ötletem is van egyébként, hogy ez hogyan fog megtörténni. A kis sztorit egyébként utólag fogom majd fölvenni hozzá. Az egyik ilyen ötletem, még én sem tudom egyébként, hogy melyik lesz, az egyik ilyen ötletem az az, hogy ugye lesz egy felesége, és hát nyilván történik egy félrelépés, vagy valami ilyesmi, és teljesen elveszít mindent, ugyanis ugye egy per segítségével minden el fog tőle venni a felesége. Mondom, még nem tudom, hogy melyik lesz. A másik pedig az, hogy egyszerűen valami szerencsétlenség miatt, például mondjuk egy meteor hullás miatt veszíti el az összes vagyonát, és ugye úgy kell egy teljesen másik szomszédságban boldogulnia. Még egyelőre mondom, nem tudom, hogy melyik lesz ez a sztori, de aztán majd meglátjuk. Szóval itt vannak a build mode itemek, ezeket pedig itt láthatjátok, hát elég sok mindent lehet majd ugye ebben a pakban csinálni, például ugye ezek lesznek, hogyha jól tudom, az újrahasznosító gépek, legalábbis a trailerből úgy nézett ki, lesz rengeteg új ablak, egyébként egészen jól néznek ki ezek a cuccok, és ahogy látom, úgy lesz új fű pattern és királyság. Kijött egyébként mostanában egy teljesen új Sims update is, nem tudom, hogy arról hallottatok-e, teljesen megváltozott egyébként a játék, pont a napokban léptem be. Ugye az előző 100 baba kihívást még úgy vettem föl, hogy még akkor nem volt bent ez az update, és ugye most, ahogy az indexképet készítettem hozzá, tökre meglepődtem ezen az egészen. Egyébként ez is baromi jól néz ki, illetve lehet konténerből házat építeni, hogyha jól tudom, de lehet, hogy csak ilyen konténer falfestés van, ez majd ki fog derülni akkor, amikor elkezdünk játszani. Na, szóval akkor, most jön az a rész, amikor létrehozom a szimemet. Ilyenkor ugye el szoktam nektek mindig mondani azt, hogy ugye mik vannak a pakban, illetve most adtam nyilván háttérinfókat is, félrelépős valósághűbb. Igen, azért még nem tudom, hogy melyik lesz. A szerencsejátékos is jó ötlet, Alexa. Köszönöm a tippet. Na majd még meglátjuk. A holnapi videóból kiderül, hogy hogyan fogja elveszíteni az összes pénzét a karakterünk. De most az lesz, hogy ugye létrehozom a karaktert, amiben megnézzük a Create a Sim pártokat.
Szóval kezdek egy új játékot, és nincsen szükségünk most tutoriára. Úgyhogy akkor ki kellene találnunk egy jó nevet, ugye a karakterünkhöz. Sztorit viszont most nem alkotnék hozzá, nekem már van saját sztorim. Vagy legalábbis valami ahhoz hasonló. Jó, szóval én arra gondoltam, hogy a neve az lehetne Szerencse Oscar. Csak hogy fordítva, tehát Oscar Szerencse. És pont ez lesz benne a csavar úgymond, hogy nem lesz szerencsés, tehát hogy egy ilyen bal szerencse fogja őt érni. És mindjárt megnézem, hogy vannak-e esetleg új ugye életcélok. Kreativitásnál, hogyha van a kreativitásnál, hogyha jól látom, akkor van egy új, ez pedig a Master Maker, tehát fabrikálásban szeretne a legjobb lenni. Illetve a Nature-nél is van egy új, ez pedig az Eco Innovator. Ő pedig egy sokkal szebb és zöldebb közösséget szeretne majd alkotni. Na már most én arra gondoltam, hogy a legelején a szemünk azért is, hogy sokat szenvedjen, és tényleg látszódjon rajta, hogy ő ezt nem szeretné csinálni, és csak belecsöppent ebbe a helyzetbe, ezért olyan tulajdonságokat adnék meg neki, amik ugye abszolút nem kapcsolódnak ehhez a kiegészítőhöz, tehát lusta lesz, szereti majd a szemetet, meg egy csomó minden ilyesmit, és majd aztán a játék során, amikor úgymond megtér a karakterem, akkor fogom megváltoztatni az életcélját is, illetve minden mást, tehát hogy jól érezze magát közben. Tehát, hogy lesz egy ilyen pálfordulás a sorozat során, remélhetőleg ez tetszeni fog nektek. Igazából eddig ilyen Sims-es sorozatot még nem csináltam, viszont tök jót nektek tartottam, és hát remélhetőleg nektek is tetszeni fog. Na, szóval akkor... lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha a számára legfontosabb dolog az a pénz lenne. Mert hogy ugye itt nem az lesz a fontos, hogy nagyon vagyonos szímet hozzunk létre. Jó, legyen az, hogy Fabulous Wealthy szeretne lenni, tehát csak a biznisz lesz az élete, csak azzal fog foglalkozni, hogy ő előrébb jusson az életben, ugye a munkájában. És akkor ezek mellé én szeretném azt kiválasztani, megnézzük természetesen azért az újakat is, hogy legyen mondjuk gonosz, legyen clumsy, tehát ugye nevessen a különböző vicceken, kinevesse a többieket. Ó, van is egy ilyen, hogy frigan. Ja, de igen, szóval ez arról szól, hogy szereti megtalálni az újrahasznosítható kajákat, illetve dolgokat. Ez egyelőre nem a mi emberünk lesz. Legyen pénzközpontú, és legyen lusta. Bár most azon gondolkozok, hogy lehet, hogy a gonosz helyett kiválaszthatnánk azt, hogy ilyen igazán szemetes környezetben éljen, tehát hogy neki teljesen jó legyen az, hogy büdös a közelében, ugye szemét van, stb., és utána kell majd ugye neki rendet raknia ebben a városban. Oké, ahogy látom, egyébként vannak ugye itt új életcélok azért, meg új tulajdonságok, amik vannak, tehát, hogy, szóval, ahogy látom, azért itt vannak új tulajdonságok, például ez a Green Fiend, illetve a Recycle Disciple, ezeket majd megnézzük akkor, hogyha úgymond megtért a szimünk, egyébként nagyon-nagyon izgalmasnak hangzanak, illetve van ez a Maker, ez is egy teljesen újnak tűnik nekem, és jó, szerintem akkor így Oscarunk meg is van. Viszont Oscarból most azt a részét fogom elkészíteni, tehát azt a kinézetét, ami már a úgymond a csóró a nincstelen kinézete lesz, őt majd duplikálni fogom, és fogok hozzá készíteni egy olyan ugye Oscart is, aki tulajdonképpen a gazdag lesz, tehát még ugye a szerencsétlenség előtti Oscart, ezt viszont nem a streamben fogom megcsinálni, hanem majd a külön kis filmhez, vagy hát ugye a külön ilyen bevezetőhöz. Jó, oké, és mindjárt megnézzük akkor, hogy milyen frizurája van. Egyébként ilyen kis side note, ilyenkor még ugye mindig erre az oldalra szoktam rakni a facecamot, hogy minél kevesebbet takarjak nektek, ugye magából a karakter készítésből. Ugye ilyenkor csak ezeket az alsó kettőt nem szoktátok látni, de mivel ugye tudok görgőzni, ezért láthatjátok. Ugye általában a Sims videókban oda szoktam rakni a facecamot, hogy ugye ne takarja ki a szükségleteket, illetve ugye az idősávot, tehát így nagyjából erre a részre, ezt majd meg fogom változtatni természetesen, amikor már majd elkezdek játszani. Annyira cuki, amikor elrontod. Igen.
Egy videónál azért nagyon sokszor van az, hogy félrebeszélek, és ugye kijavítom magamat. Nyilván ez ugye vágás során már annyira nektek nem tűnik föl. Ezért is mondtam azt, hogy ugye ezt a streamet most úgy fogom kezelni, mint hogyha videót vennék föl, szóval hogyha valamit félremondok, akkor azt kijavítom, és aztán majd a vágott videóban ugye ezt nem fogjátok látni. Na, szóval akkor... ki kellene akkor neki választani egy új frizurát. Na most ugye az ilyen kiegészítős bemutatóknál, illetve az ilyen kiegészítő sorozatoknál, a Create a Sim résznél mindig azt ki szoktam választani, hogy ugye ebből a pakból való ruhákat, illetve hajstílusokat válasszunk ki, hogy ti is jobban átlássátok, hogy ugye milyen új dolgok jöttek be a kiegészítővel. Szóval ilyenkor mindig beklikkelem azt, általában ezt ki szoktam ugye venni a videóból, ki szoktam vágni a videóból, hogy... ugye kiválasztom, hogy csak a pakkosak jelenjenek meg, és akkor szépen már ti csak azt látjátok, hogy az a két-három opció van. Olyan érzés, mintha videót néznék. Na, nem nézzük. Szóval, ezek a hajstílusok vannak. Na most én szerintem Oscarnál kifejezetten egy olyat szeretnék, ami ugye ilyen kicsit ilyen loboncosabb. Tehát, hogy látszik rajta, hogy már azért egy kis idő eltelt azóta, mióta ugye lecsúszott. Szerintem a frizurák közül, ugye ez a három frizura van a pasiknál, ez lenne talán a legjobb erre a célra, és én Oscarhoz kifejezetten egy barna frizurát tudok elképzelni. Nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok, meglátjuk. És legyen egy kis arcszőrzete is, ugyanis ugye rég nem volt lehetősége megborotválkozni. Mindjárt megnézzük, hogy ebből is van esetleg olyan, ami a kiegészítővel jött be. Igen, van. Hát akkor ezt fogjuk kiválasztani. Ez ilyen tiszta hipster, nem? Tök jó. Na, szóval, megnézem azért, hát ha van itt az arcfestéseknél is valami újdonság. Itt a skin tone-nál, mint hogyha mutatna, vagy legalábbis itt írja, hogy vannak új itemek, de őszintén szólva én nem látom, hogy lenne ilyesmi. És szerintem itt a skin details-nél se lesz, de azért gyorsan megnézzük. Ugye gyorsan ilyenkor leszoktam csekkolni a kis ikonokat, de ezek ugye mind a hírességes kiegészítővel jöttek be. Ezek a arcsebek is, és hogyha jól látom, igen, akkor az összes. Szóval sajnos ugye ezekhez a részekhez új kontentet nem kaptunk a kiegészítőhöz, úgyhogy ezt a részt teljesen ki is vágom majd a videóból. Na jó! Általában egyébként így side note-ként, amíg még itt gyorsan beállítgatom, hogy csak kiegészítős dolgokat lássunk, egy ilyen 50 percet szoktam fölvenni egy-egy videóhoz. Tehát 50 percből szoktam nagyjából összevágni egy 20 perces videót, egy 20-25, maximum 30 perces videót. Jó, hát ahogy látom, vannak új sityakok, lehetne például zacskófej a karakterünk, illetve ez egészen bejön nekem, mármint hogy ez így ilyen... az a tipikus újságárus srác kalap, tudjátok, melyikre gondolok, vagy sityak. Hát mondjuk a rózsaszín az elég érdekesen állna neki, de nekem abszolút bejön. Mármint, hogy nem Oscar, hanem ez a kis sityak. De lehet zacskó fejű is. Ugye megnézem, milyenek vannak még. Van ilyen... oh my god! Milyenek vannak még? Van ez a... oké, kicsit sokat ittam a mai nap este. Meg van ez a... ez a leveles. Ő nagyon zöld akar lenni. Talán már túl zöld. Zsákot a fejére. Azért nem szeretném, hogy zsákfejű legyen. Szerintem ez így jó. Lehet, hogy majd egyszer elmegyünk egy buliba, ahol zsákot fogunk a fejére húzni. Szerintem az tök vicces lenne. Jó. Mindjárt megnézem, hogy akkor mik vannak még. Itt is gyorsan kiválasztjuk azt, hogy egy ilyen eco lifestyle-os cucc az került ebbe. Mennyi minden eco lifestyle-os van. Nem is tudtam, hogy az orrpiercing, meg a szemöldök piercing, az kapcsolódik a környezetvédelemhez, de minden nap tanul valami újat az ember, meg van fültágesz is. Milyen nagy lett hirtelen a füle. Volt eddig fültágító a játékba? Hát a fene se tudja, de egyébként ez menő. Mondjuk annyira nem illik egy üzletemberhez, úgyhogy lehet, hogy ezt majd később raknám rá. Igen, mivel alapból ő ugye egy üzletember volt, ezért most olyan kiegészítőket szeretnék rárakni, amik ugye ahhoz passzolnak. Aztán majd utána változtatunk rajta. Jó. Szerintem ez így jó. Egyébként nekem kifejezetten tetszik ez a szemüveg is, de jók a többi kiegészítők. Na nézzük, make-upot nem szeretnék rárakni, de azért gyorsan lecsekkoljuk, hát ha esetleg jött be valami a kiegészítővel. Eco lifestyle, semmi.
Jó, akkor át is térhetünk gyorsan a ruhára, és akkor nézzük meg, hogy milyen új ruhák elérhetőek a fiúk számára. A csajosokat most nem fogjuk valószínűleg megnézni, de lehetséges, hogy majd valamikor mondjuk a 100 baba kihívásban lecsekkoljuk a női ruházatokat is. Oké, és ezek a kabátok jöttek be, ezek a lifestyle packbe. Egészen jól néz ki egyébként, szerintem az összes, ez olyan, mintha össze-vissza vartak volna rá mindent. Érdekes, ez is kifejezetten jó pofa. Olyan, mintha ezt a farmeringet, vagy ezt a farmer kabátot már rég kinőtte volna a karakterünk. Aztán itt van ez a kötött pulcsi, ez se annyira rossz. Viszont azt nézem, hogy olyan nagyon szakadtas külsőt nem biztos, hogy fogok neki találni. Talán ez lesz az, ami a legjobban passzol majd a karakterünk történetéhez. Vagy akár lehetne kabátos is, illetve ilyen félregombolt. Ez is még jó lehet, abból a szempontból, hogy ugyan nincstelenek, általában kabátot is hordanak ugye magukon mindig, hogy bármilyen időjárás jön, biztosan legyen náluk egy kabát. Tehát ebből a szempontból szerintem ez jó választás lehet ez a ruha. Egyébként egészen sok színvariációban elérhető, szóval lehet ezt a barnásat választanám neki. Illetve itt van még ez, de nekem ez túlon túl modern, úgyhogy szerintem inkább ennél maradnék. És nézzünk hozzá nadrágot, hogy esetleg van olyan nadrág, ami a pakkal jött be. Így gyorsan kiválasztjuk az Eco Lifestyle-t. Azt a mindenit, mennyi nadrág van! Na erre nem gondoltam volna. Van ez a nagyon rövid gatya, most nézem egyébként. Ilyen kis összekötött kis csomó is van az alján. És nagyon-nagyon hosszú zoknit vett föl, oké. Ez a gatya eléggé érdekes, lehet, hogy amúgy ez illene a karakterünkhöz, sőt, ez kell! Ez az össze-vissza varrott mindenféle anyagból készült gatyó. Na ez biztos, hogy valami újrahasznosított cucc. Van itt akkor egy sima ilyen terepmintás rövid nadrág. Egyébként ez is tök jó pofa, hogy van ott egy ilyen kis kiálló gombos rész. Aztán, ó, ez is ilyen toldozott, foltozott nadrág. Egyébként ez is szerintem egészen passzolhatna a karakterünkhöz, de még nem tudom melyiket fogom kiválasztani. Aztán van ilyen mackó gatya. Ez is eléggé érdekes, itt is van egy ilyen foltozott nadrág. Na, a nadrágoknál sokkal inkább vannak olyanok, mint amilyeneket én elképzeltem ehhez a karakterhez. Oké, mik vannak még? Van itt egy ilyen rövid nadrág, aztán van itt egy ilyen szintén foltozott hosszú nadrág, olyan, mint hogy kilátszódna az alsó gatyája alatt, egyébként ez se rossz. Meg mint hogyha ilyen újságcikkek lennének még rávágva. Tudom, hogy az nem az, de tökre úgy néz ki. Ez meg olyan, mintha ugye még nem lenne rendesen megszabva ez a nadrág. Na igen, és ilyenkor szoktam azt csinálni, ugye amikor így lecsatlakozik egy USB eszköz, franc se tudja, hogy mitől, valószínűleg alaplap hibám van, hogy ilyenkor egy kicsit csöndbe maradok, mert ugye belezúg a mikrofonba a gépem. Ez is csak egy ilyen kis side note, úgyis kivágom majd a videóból. És néha ilyenkor el is kezd recsegni a mikrofonom, szóval nyilván ezt streamben annyira nem szoktam komolyan venni, de azért videónál erre igyekszem odafigyelni. Jó, oké, van még ez a gatyó, de ez nem illik szerintem ehhez a fölsőhöz, alapból még egy réteget nem tudom miért húzna magára. Szóval nekem ez a nadrág tetszik, viszont ezt talán a fölsőhöz nem illik. Itt van még ez, ez ilyen feketés, szürkés nadrág, és amit még azt mondtam, hogy jó lehet, az ez a nadrág volt. Mindjárt megnézem, hogy milyen színkombinációkban elérhető, de talán ez lenne a legjobb. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt fogom neki kiválasztani, remélhetőleg nektek is tetszeni fog. És ilyenkor nem látom a csetet, úgyhogy nyugodtan elkészíthetem olyanra a karakteremet, amire szeretném. Aztán majd utána kapom kommentekben, hogy de ez nagyon ronda, változtasd meg a ruháját. Videós life. Jó. Na, van egyébként karperec is, ami Eco Lifestyle-os, viszont ez szerintem még nem illik hozzá. És mindjárt megnézem azért, hogy van-e cipő, illetve az ilyen fix öltözékeket is még azért megnézzük, hát hogyha változik a véleményem. És itt vannak ezek a cipellők. Ez jól látom, hogy zokni szandál, vagy mi a fene ez? Olyan, mint a zokni szandál lenne. Oké, ez ilyen sportcipő. Van még ez a túracipő, illetve ez az igazi zokni szandál. Csodás! Igazán csodálatos. Jó, én azt mondom, ezt a túracipőt fogom neki kiválasztani. Mondjuk azt, hogy
ő egy olyan üzletember volt, aki szeretett eljárni túrázni, ezért az összes ilyen ruháját magához vette, ugye a válás vagy bármilyen szerencsétlenség után kimenekítette, és akkor ugye ezzel kell most boldogulnia, ezekkel az öltözékekkel. Oké, megnézem még azért a full body-kat. Itt is kiválasztjuk gyorsan a eco lifestyle-osokat. Ez az egy van, ez pedig ilyen tipik farmer legény. De ez nem illik szerintem a karakterünkhöz, inkább ezt választanám. Jó, akkor végül is szerintem megnéztük, hogy milyen új ruhastílusok jöttek be a férfiakhoz. Ezzel már ti is kaptatok egy ilyen átfogó betekintést tulajdonképpen a pakba. Nézzük a formáruhákat, hát sajnos a formáruháknál, ahogy látom, ez az egy Eco Lifestyle-os van, úgyhogy itt ezt fogjuk kiválasztani, és a, nadrágoknál nincsen olyan, ami formál lenne, úgyhogy itt most ki kell, hogy szedjem sajnos az Eco Lifestyle-t, viszont valami tök egyszerűt fog kiválasztani neki, legyen mondjuk ez. Jó, oké, és térjünk át akkor a sportos ruhákra, ugye ilyenkor minden esetben újból be kell klikkelnem, ezt is ugye kiszoktam vágni a videóból, az, hogy Eco Lifestyle-os legyen. És igen, itt vannak cipők, amiket fel tudok használni sportoláshoz, viszont akkor már legyen ugyanaz a cipő, ami volt neki, gyorsan azért leellenőrizem, mert nagyon szemfülesek szoktatok lenni. Szóval ugyanaz a barna cipő, mondhatjuk azt, hogy ugyanazt a cipőt fogja fölvenni sportoláshoz. És akkor szerencsére tudok toppot is választani, ami sportoláshoz van, és Eco Lifestyle-os, viszont ugye itt a nadrágoknál újból ki kell választanom a pakkot, és akkor legyen mondjuk ez a nadrág hozzá, mert ez alapból is passzol ugye a felhősőhöz, viszont lehet, hogy barnába választanám ki neki ezt a ruhát. Igen, szerintem ez jobban illik hozzá. Jó, oké, és jönnek az alvós ruhák. Alvós ruhánál is van Eco Lifestyle-os, úgyhogy ahogy ezt szoktam csinálni, ugye akkor azt választjuk ki, ami a kiegészítővel jött be, és a papucsot meghagyhatjuk rajta, vagy nem? Nem, ne legyen rajta papucs. Annyira az most nekem itt nem tetszik ebben a szituációban. Jól, jöjjön akkor a parti. És itt sincsen sajnos Eco Lifestyle-os, azért gyorsan megnézem. Még most se cipőbe, ruhába, viszont felső ruhába van. Igen, csak full bodyban nincsen. Jó. Akkor partizós ruhának lehetne mondjuk ugyanaz, ami volt neki. Ugyanez a barna kabát. Ugye ez a barna kabát volt, igen. És mivel nadrágnál nem lesz Eco Lifestyle-os, ezért itt most ki kell választani valami másik parti cuccot. Legyen mondjuk ez a nadrág, szerintem ez is illik hozzá. Bár mondjuk nem tudom, hogy ha a partiba belefért ez a nadrág, akkor a többi Eco Lifestyle-os miért nem? Szóval, ja. Cipő szerintem jó. És akkor jöjjön a fürdő cucc. Na mondjuk ez a szemüveg baromira nem fog hozzá illeni, hogyha tartjuk ugye a történetet. És szerintem fürdőruha nincsen, igen, ami Eco Lifestyle-os lenne. Mindjárt megnézzük azért nadrágoknál esetleg van-e. Nem, hanem itt... ez is nincsen. Jó, akkor viszont ezt el kell, hogy engedjük, hogy a pakból választunk. És akkor a felső részét megnézzük. És itt az Eco Lifestyle pippa ki. Na nézzük, milyen lehetne. Lehet, hogy egyébként ilyen felülre nem is raknék rá. Mert egyébként nem annyira fontos szerintem. És melyik legyen? Melyik fürdőgatya? Hát, talán ez, szerintem ez jó lehet. Ez egy ilyen egyszerű fekete fürdőgatya, viszont a karpereceket leszedem a kezéről. Oké. Meleg időben, mindjárt megnézzük hát, ha esetleg van olyan, amit tudunk rá alkalmazni, és pakkos. Valószínűleg a kabát, amit alapból ráadunk, az nem lesz itt. Bár igazából okozhat meglepetéseket a Sims bármikor. Oké, legyen ez a fekete nadrág, és akkor még egy pólót hozzá. Itt is ki kell választani a pakkot. Oké. Eco Lifestyle, és nem, nincsen olyan, ami hátvedőrbe lenne. Jaj, de jó, köszönöm szépen, játék, mindig megkönnyíted ilyenkor a dolgomat. Jó, akkor szerintem valami egyszerű pólót kiválasztunk neki. Itt is valami olyasmit szeretnék keresni azért, ami nem feltétlenül arra utal, hogy ő egy nagyon pénzes ember lenne, legyen mondjuk ez a kis kabátka hozzá, akkor legyen egy barnább gatyó, és akkor papucsnak, vagy hát ilyen szandálnak, meg akkor legyen ez. Igazából ez tökre illik szerintem a nyári időhöz.
És hát igen, kifejezetten ugye most arra megyek, hogy ilyen kicsit ilyen hontalan külseje legyen, vagy legalábbis, ha nem is hontalan, de nagyon kevés pénze lesz. Tehát valószínűleg úgy lesz, hogy mondjuk egy ilyen 5000 kezdő pénzzel kezdjük a játékot. Tehát abszolút nem szeretném azt, hogy sok pénze legyen. Kicsit ilyen Rex to Riches feeling, de azért mégsem teljesen nulláról kezdjük majd. Tehát valamennyit azért csak kapott abból a házasságból. Bár lehetséges, hogy teljesen nulláról is kezdhetni. Na most megkérdezlek titeket, ha már itt vagytok a streamen. Szerintetek melyik lenne a jobb? Ezt nyilván ki fogom majd vágni a videóból. Szerintetek melyik lenne a jobb, hogyha teljesen nulláról kezdeni az életet? Mint egy Rex to Riches-ben, vagy hogyha mondjuk lenne egy minimális kezdőpénze, és akkor mondjuk építünk neki valami kis házat, vagy ilyesmi. Jó. Nadrág, és akkor itt is olyat választunk neki, ami ugye eco lifestyle-os, viszont lehet, hogy felsőnél, igen, felsőnél nem klikkeltem be, úgyhogy ilyenkor ez meg sem történt. Minimális pénze legyen 5000 simoleon, kis pénz. Oké. Jó, köszönöm a segítségeteket. Mondom, minimálisan ide fogok figyelni, nyilván ez egy videóban nem történik meg, hogy meg tudlak titeket kérdezni, de ha már stream van, akkor egy minimálisan ti is tudtok erről dönteni. Jó. Köszönöm egyébként tényleg a segítséget. Legyen akkor ez a kabát, úgy maradjunk ugyanen a kabátnál, és akkor a gatya az ugyanez volt, csak nem ebben a színkombinációban, hanem akkor ebben. És legyen ez a cipő hozzá. Nem, ezt a cipőt választottuk, és akkor maradjunk annál, hogy igen, nincs sok pénze. Jó, Oscar megvan, szóval a pénz a mindene, nagyon lusta, szemetes, de hát nem úgy járt, mint ahogy ő azt tervezte az életben. Volt egy félrelépése, volt egy meteorit, ami tönkretette mindenét, amit eddig megszerzett, vagy a szerencsejátékok elvitték a pénzét. A lényeg az, hogy most semmi sincsen. Oké, kész is vagyunk szerintem akkor a karakterrel, kis állatot egyelőre nem szeretnék neki, lehet, hogy majd lesz, viszont ugye a pakkal szeretnék főként foglalkozni majd ebben a sorozatban, úgyhogy nem akarom, hogy az állatok vigyék el az egész... Szóval nem akarom azt, hogy az állatok vigyék majd el az egészet. Jó. Akkor szerencse Oscarunk meg is van, fel is töltöm nektek a galériába. Nem tudom, miért lenne modit, de föltöltjük. És akkor így már el is tudjuk kezdeni a játékot. Viszont még mielőtt ugye beköltöztetném, duplikálni fogom ezt a mentést. Ó, köszönöm szépen már a lájkot rá. És én azt mondom, hogy kezdjünk most egy nyárral. Oké, és az új szomszédságba fogunk természetesen beköltözni, Evergreen Harborba. Oké, na most nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak lakhatás terén. Van egy apartman, aztán van itt egy rendes ház, amit már meg tudnánk venni. Ez lesz itt, ahogy látom, a nagyon szemetes rész, The Shipping Views. Ez 18 000-be kerül. Hú, hát az nem túl sok. Azt nézem viszont, hogy nincsen ebben a szomszédságban üres telek. Mert arra gondoltam, hogy egy teljesen üres telket szeretnék. Na most, hogyha apartmant választunk, akkor ugye ennek heti díja van. Heti bérleti díja. És arra vagyok kíváncsi, hogy ezek mennyibe kerülnek. Reduce and recycle. Ez egy szoba, egy fürdőszoba, és a heti díja 500, és 750 a letét. Na most nem tudom igazából, hogy melyik lenne a jó. Mert hogy szívem szerint én most itt lebuldózereznék egy területet, és akkor oda építkeznék, mert szerintem úgy lenne az egésznek értelme. Vagy lehetséges, hogy majd később kellene építkezni. Itt van egyébként egy ház, ami ugye egy ilyen konténerház. Most ide is beköltözhetne, csak ugye ez 18 000-be kerül, és akkor viszont pénz az semmi. Na igen, most bajba vagyok. Most nem tudom, hogy a videóban mit csinálnék. Konténerben csak nem kell számlát fizetni. Éljen a konténerházba? Konténerházat csináljak. Igen, én is arra gondoltam, hogy konténerházat lenne jó építeni.
De nem tudom. Menjek a szemetes részre és buldózerezzem le. Jó, akkor szerintem ez lesz. Szóval akkor ezt a telket szeretném első körben lebuldózerezni, de nem tudom, mert hogy ide csak beköltöztetni tudnám a szimemet. Először ott be kell, hogy valahova költöztessem mindenféleképpen. Ez, igen, ez most így probléma, mert ugye nem abban a módban vagyok. És ezt nem tudom buldózerezni. Várjál, csak lehet itt. Itt egyébként milyen telek tulajdonságok vannak ezen a részen? Jó, beköltöztetem ide és buldózerezzük, az lesz a legegyszerűbb. Buldóz lot, oké. Így. És akkor maradt 19 ezer pénze, viszont el fogjuk tőle venni. Szerintem így lesz a legjobb. Egyébként is kevés pénze lett volna, igen. A Container of the Grid, olyat is szeretnék, tehát hogy most itt tényleg mindent elveszünk tőle. Szóval akkor a legszemetesebb területre beköltözik kedves Oszkárunk a The Shipping Views-ba. És ugye ez lesz az új szomszédságunk, tehát ebben fogunk boldogulni. Hát nem néz ki valami jól, és ahogy látom már köhög, ugye szennyezett a levegő, ezt láthattuk is ugye a trailerben, hogy a szimek nem fogják magukat jól érezni, pedig úgy voltam vele, hogy Oszkár majd biztos jól érzi magát, hiszen szereti a szemetes környezetet, de úgy látszik, a légszennyezés azért nem a kedvence. Egyébként a kedvenc kommenteim között volt az a trailer alatt, hogy ugye a Sims-ben nincsenek gyárak, nincsenek autók, legalábbis irányítható autók. De mégis szennyezett a levegő. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Oké, írtátok, hogy megakadt a stream, viszont most már minden király, tegyük magunkat túl ezen a problémán. Szóval akkor szeretném először is elvenni a pénzét. Testing cheats on. És akkor money. 5000. Ha minden igaz, akkor így felül tudjuk írni a háztartás pénzét. Igen. Szóval akkor 5000 kezdő pénzünk lesz. Ugye ebből kell most gazdálkodnia. Ennyit sikerült a régi életéből megtartania. Úgyhogy nem túl szerencsés szegény. Hát mondom, nem egy Rex to Riches. Viszont azért ez sem annyira kellemes. Akkor építetnénk egy kisebb házikót, egy kis konténerházat. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ez vajon hogyan működik, hogy csak ilyen konténer jellegű festés van? Mert hogy ugye láthattuk azt a kiegészítő trailerében, hogy van egy ilyen konténer feelingű épület, viszont ilyen ez paneling. Ugye megnézzük, hogy ez micsoda. Rusted iron, plastered style, panel to the metal. Aha, oké. Szóval akkor konténerházat úgy tudunk építeni, hogy építünk egy házat és befestjük konténeresre. Hát akkor ez egy kisebb házikó lesz. Szerintem egy nagyjából ekkorát engedhetünk most meg magunknak. A telek tulajdonságait szerintem meg fogom tartani, de úgy látszik, hogy így, hogy buldózereztem, így teljesen ugye ki is törölte. Ugye megnézem azért, miket lehet itt esetleg kiválasztani. Legyen ez a Grody. Tehát ugye megbetegedhet, hogyha eszik, iszik, vagy bármit használ ugye a fürdőszobába. Szerintem ez passzolna ugye a jelenlegi életéhez. Aztán lehetne ez melyik legyen még esetleg? Natural Bell. Springwater Anders and Reducing Utility Bills. Ó, azt a mindenit. Szóval tudok olyan telek tulajdonságokat beállítani ebben a pakban. Egyelőre ezeket nem fogom beállítani, majd csak később, ahogy haladunk előre a sorozatban. Hogy ugye legyen rendesen vízforrás a ház alatt, illetve ugye legyen ilyen geotermál aktivitás, ugye fel tudja melegíteni a medencéket, sokkal könnyebben tudunk majd áramot termelni, mindenféle ilyesmi. Off the grid, igen, off the gridet is szeretnék. Már ez a reduce and recycle, ez is egyébként hasznos lenne, de mondom egyelőre csak azokat szeretném, amik kicsit meg fogják nehezíteni a dolgunkat. Mondhatjuk ezt is. Oké. Legyen natural light, hogy azért legyen valami jó is ebben a otthonban. És akkor a off the gridet szeretném még kiválasztani. Szóval nem lesz neki egyelőre áram. Jó. És akkor ki kell választanunk
valami szép-szép szint ennek a kis konténerháznak. Egyébként tényleg úgy néz ki, mintha egy konténer lenne, hogyha megnézitek azt. Most arra vagyok kíváncsi, hogy esetleg ilyen elemeket lehet rárakni, hogy ténylegesen olyan konténer jellegű legyen. Ja, szerintem ez így jó. Ez így szerintem királyság. Mindjárt megnézem, hogy... Ah, igen, és akkor van tető is, ami kifejezetten ilyen konténer tető. Úgyhogy itt az Eco Lifestyle-t ki kell, hogy szedjem. Egy teljesen lapos tetőt fogok rárakni természetesen. Oké, és akkor ezt így telibe laposra. Mégpedig úgy, hogy ez csak így legyen. Ja, szerintem ez így jó, de ennél laposabb tetőt nem tudok csinálni. Mindjárt megnézem azért, hát ha esetleg van erre mód, de szerintem ennél laposabbat már nem lehet. Legalábbis nekem úgy tűnik. Ha tévedek, nyugodtan javítsatok ki. De szerintem, igen, ez a max, amit ki tudok hozni ebből a tetőből. És akkor ennek szeretnék egy olyat, hogy Eco Lifestyle, és akkor legyen ugyanez a zöld a teteje. Vagy amit még lehetne csinálni, hogy esetleg csak valami padlót rakok ide, és akkor olyan, mintha lenne egy emelet. Az még talán megoldás lehet. Úgyhogy gyorsan akkor kitörlöm most a tetőt. Oké, és akkor ide rakok egy ilyen emeletet, ami tulajdonképpen a tetőnk lesz. Na nézzük meg akkor az ajtóknál milyen lehetőségeink vannak. Itt is olyat szeretnék természetesen választani, ami ugye ez a pakhoz tartozik. I've been framed. Ez lesz az, ugye? Ez lesz az. Igen. Szóval ilyet kerestem. És tényleg úgy néz ki, mint azok ott a háttérben. Mennyire király már. Mondjuk jó nagy, széles ajtó lesz ez így, de amúgy jól néznek ki a többi is. Kifejezetten tetszik. Ablakot esetleg rakjunk erre? Várjunk csak, ez ajtó, menj már, mennyire király! Olyan, mint egy hatalmas nagy ablak, amit így el lehet húzni. Nagyon-nagyon király. Jó, és mindjárt megnézem akkor az ablakoknál milyen lehetőségek vannak. Esetleg ott is van olyan, amilyen kifejezetten konténerházas. Amúgy ez szerintem jól mutathat, illetve van még ez. De ebből nincsen olyan zöld. Hogyha nincs olyan, ami kifejezetten ilyen zöld lenne, mint ez a konténer, akkor viszont nem biztos, hogy rakok rá ablakot. Bármivel beállítottuk a lottrétnél azt, hogy ugye jó fény jöjjön be a házba, tehát hogy szép fényes legyen minden, ezért csak kellene valami minimális ablakot rakni erre a kecóra. Lehet, hogy egy ilyet rakok rá. És akkor ez most így ennyi. Ennyi az ablakunk, megoldottuk valahogy. Oké. Konténer kastélyt fogunk építeni. És belülről is ugyanezt a szint fogom akkor alkalmazni. Szóval ez ilyen tényleg nagyon-nagyon minimális kis házikó lesz. Hát szegénynek ebben kell majd boldogulnia. És akkor innen még klónozzuk a festést. És padló is van. Szuper királyság! Kémények között egyébként van olyan, ami Eco Lifestyle-os. Van chimney, tehát kémény, solar panel. Tehát nappanel, illetve van egy szélturbina. Ezt is lehetne a tetőre rakni, de én úgy érzem, hogy egyelőre ez nem a nekünk megfelelő lesz. Úgyhogy majd esetleg később. Jó. Itt pedig nincsen olyan, ami a kiegészítővel jött volna be, de ez. De ugye ehhez kellene nekem tető, hogy ezt tudjam rakni a házra. Oké! Itt azért még megnézzük, hát ha esetleg van még a külső build módban valami, amit érdemes lehet megnézni. Hát medencét nyilvánvalóan nem csinálunk neki, egyszer majd talán lesz, de most nem érzem szükségét. Ez viszont Eco Lifestyle-os. Egyszerű beton. Tehát, hogy igazából csinálhatnánk egy ilyen... Szóval igazából csinálhatnánk egy ilyen kis beton utat, ami elvezet a házához. Nem szép, de legalább a miénk. Oké. Okay. Csak, hogy még jobb legyen a környezete. Akkor van ajtónk, van ablakunk, és már csak a berendezésekkel kellene foglalkoznunk. Oda kell most ugye figyelnünk arra is, hogy off the grid-es legyen az összes. Szóval akkor... és lejjebb vesszük a falakat. Így építkezünk, hogy ne legyenek csíkok.
És itt van az összes eco lifestyle-os cucc, amit ki lehet választani. Na most valami olyat szeretnék, ami passzol is ugye a konténerházhoz. Viszont itt most nem a show orra megyek, hanem első körben én szeretnék neki egy hálót. Melyik a legolcsóbb ágy? 225-be kerül ez. Úgyhogy akkor ezt az ágyat fogjuk neki megvenni. Igen, ez a legolcsóbb, hogyha jól látom. És akkor itt is mondom, törekszek arra, hogy ugye kiegészítős legyen. Várj, ez baba ágy? Lehet, hogy akkor ez... Ja, ez toddlers only. Akkor ezt nem vesszük meg neki. Akkor ezt nem vesszük meg neki. Ezt viszont már tudja felnőtt ember is használni. Viszont ebből az ágyból akkor inkább ezt, mert ez egy picivel olcsóbb. Jó, oké. Szerintem ez így ide jó. Bár nem annyira nincs telen ágy, de szeretnék a pakból építkezni. Kell neki egy WC. Na most az érdekes lesz, igen, hogy nem lesz külön fürdőszoba, meg minden ilyesmi. Ez így néz ki, és ezt tudja használni off the grid? Igen, tehát hogy itt azt is nézi, hogy most már mennyi vizet használnak el ezek a különböző WC-k. 365-be kerül, viszont nekem olyan kellene, amit tud használni akkor is, hogyha nincsen áram a telkem. Szóval mindenféleképpen olyat kellene, igen, kiválasztani. Ez például olyan, functional off the grid. Szóval ilyen WC-t fog most jelenleg kapni. Hát nem eco lifestyle-os, tudom. De legalább van. Jó, fürödni is kell neki. Szegény nagyon rosszul jár. Mindjárt megnézem, hogy itt is van egyébként eco lifestyle-os. Valószínűleg kell, hogy legyen olyan zuhanyzó, ami a pakkal jött be. Szóval visszanyomom. Nem, nincs olyan zuhanyzó. Ez mondjuk érdekes. Kád van. Viszont a kád az nem off the grid-es. Szóval ez ebben az esetben nekünk nem lesz jó. Hát itt most szét fog folyni a víz a házban. Az nem biztos, hogy jó. Jó, ez így jó lesz szerintem. Ez biztos, hogy használható off the grid, igen. Oké, és akkor már csak egy hűtőgép kellene neki. És elmeteg, most már el lehet arra is szűrni, hogy off the grid-es cuccokat mutasson csak. Ezt viszont nem tudom, hogy hol fogjuk megtalálni. Functional off the grid, valahol ez mint stílus kellene, hogy megjelenjen. Gondolom nem a színeknél. Igen, base game. Ilyet viszont nem látok. Na nézd meg, ilyet írnak nekem, kicsit oda néztem. De nincs, mégse. Oké, eco lifestyle akkor. Eco lifestyle-ba úgy látszik semmi olyan nem jött be. Oh, kinti nagy kuka, ezt viszont megveszük. Ez csak, hogy dobja még itt a telekárakat. Érzem, hogy ez lesz itt a legjobb. Ez hatalmas nagy kuka. És akkor keresünk neki egy olyat, hogy egy olyan hűtőt, amit tud használni. Power, food quality, cooking quality. Hűtők közül viszont functional off the grid. Az első, amit meg tudnánk venni, arra már nincsen pénzünk. Yay! Ez az icebox az első olyan, amit tudnék úgy használni, hogy nincsen a szívemnek áram ellátása. Lehet akkor kukát még sengethetjük meg magunknak. Na most nem már egy hűtő miatt, mondjuk a hűtő az fontosabb. Mert enni azért kell a szívemnek. Hát jó, oké. Így lesz akkor. És ez most egy ilyen nagyon minimalista ház. Ezen majd még természetesen javítani fogunk. De ez jó lesz. Szerintem így, első körben. A többit pedig majd nyilván bővítjük, ahogy lesz pénze, mi egyéb. 488 szimalont meghagyok neki. És szerintem minden fontos szükségletét így most el tudjuk látni. Gyorsan azért csekkolom, nehogy valamiről itt megfeledkezzünk itt útközben. Az összes hűtőt lehet elvileg használni, csak jeget kell belerakni a szimnek. Megpróbálhatjuk. De ha nem így lesz, és éhen hal a szímem, then az nagy probléma lesz. Egy ilyen pici hűtőt veszünk akkor neki. Szerintem nem biztos, hogy így van, de lehetséges, hogy ez változott az új kiegészítővel.
show-olba van állítólag valami, de mondom, nem nézem a chatet, mert most videót veszek föl, tudjátok. Itt se látok olyat, hogy rá lehetne külön keresni azt, hogy functional off the grid. Szóval... lehet, hogy én vagyok a vak. De most nézzük, hogy mi van még itt esetleg, ami jól mutathatna ebben a házikóban. Fizzing Station, na ez micsoda? Ez mi a fene? Izét tudok csinálni, bubisüdit, vagy... bubisüdítőt tudok majd csinálni, vagy mi ez? Candle making! Na ez király! Jó, egy ilyet még kap. Hogy tudjon gyertyát készíteni magának. Esetleg lesznek haverjai, ő lehet majd a gyertyatartó. Nem? Oké. Okay. És akkor... ezt szeretném megvenni. Ezt a gyertyakészítést ezt ki szeretném próbálni, ez tök jól hangzik. Insect farm. Tud bogarakat farmolni? Mármint arra, hogy fehérjét készítsen belőle? Az egyébként érdekes lenne, hogyha lenne bogárevés a kiegészítőben. De ezt majd később vesszük meg szerintem. Mi van még itt esetleg, ami így illene a stílushoz? Igazából szerintem így most megvagyunk. Olyan nagyon sok építkezős tárgy egyébként nem jött be, tehát így build módos. Ezek összesen, amik az Eco Lifestyle pakkal jöttek be, de szerintem így jó. Esetleg még valami étkező asztal ka, vagy valami ilyesmi lehetne neki ka étkezőcske. Viszont akkor azt lehet, hogy úgy kellene, hogy counterre lesz szűrve, és akkor azt ugye tudja használni. Viszont sajnos olyan akkor nincsen, ami ezzel a pakkal jött volna be. Úgyhogy akkor így, ehhez így hozzá tud ülni, és hát ételt készíteni valószínűleg nem fog tudni rajta. De így akkor ez a leghelytakarékosabb, I guess. Nem. Nem fog ide beférni az asztal, annyira pici ez a házikó. Lehet, hogy akkor egyel kijebb húzzuk, az még talán belefér itt a költségvetésbe. Viszont akkor itt fölül is, nem, megnövelte, jó, oké, király. És így akkor itt lesz a hűtő, egyből itt mellette a zuhanyzó. És, vagy lehet, hogy ezt a WC-t arrébb rakjuk, a zuhanyzót is arrébb rakjuk. Azt már úgy oda nem lehet, de ezzel szembe ez az asztal még mehet. És akkor ide szeretnék countert, de akkor ebből is azt, ami már ilyen használt. Tehát, hogy egy csóri csávó ennyit kapott. Azután, hogy ő volt itt a helyi menő gyerek. Jó, így. Azon ott tud enni, ki tudja venni a hűtőből a dolgokat, éhen halni nem fog, és szerintem így királyság. Na, hát akkor most jön az, hogy áthelyezem a facecamot, hogy biztosan ne takarjon ki életcélokat, meg mindenféle ilyesmit. És mondjuk a kukára még van pénzünk. A kukát szerintem még megvehetnénk. Mindjárt megnézem, hogy az hol is itt volt a kukáknál. Ja. Ezt a nagy kukát csak dekorációképpen szerintem megveszem. Csak akkor ezt így ide, erre az oldalára a házunknak. Jó, megvagyunk! Csodálatos konténer lakásunkba Oscar beköltözik. Valószínűleg nem fog neki tetszeni ez a környezet. De hát ezzel kell most beérnie. Oké, és ugye neki eredetileg ugye az az életcélja, hogy most szerezzen 5000 szimoleont. Az nem túlzottan sok, de meglátjuk, hogy ez sikerülni fog-e neki. Viszont ahogy látom, ugye itt van ez a gyertyakészítő masina, ehhez alapanyagokat kellene vennünk. Na most kérdés, hogy ez a gyertyakészítés, ez vajon egy új skill, vagy egyből menni fog neki? Mivel nem vettem neki direkt lámpákat, ezért szerintem vehetnénk waxot, illetve valamilyen színt, és készítsünk akkor egy gyertyát. Aztán meglátjuk. Viszont lehet, hogy ez nem lesz neki elég. Azt mondja, szerezzünk még bits and pieces-t a recycler segítségével, vagy áttúrhatjuk a kukákat is. Oké, okay. Van egy kukánk. Ebbe tud lazulni, menj már! Na jó, ezt megnézzük. Jó, hát ez zseniális lesz. És tud benne aludni, hát akkor minek neki ház? Minek neki ház, kérdem én? Mit keres itt a télapó? Nyár van? Sims, már megint
olyan dolgokat művelsz, amit én el sem tudok képzelni. Zseniális egyébként ez a játék továbbra is. Egyszerűen házat se kell építeni. Ó, már jönnek is a szomszédok, ahogy látom. Ó, meg akarnak téríteni. Hé, szomszéd, szeretnéd tudni, hogy hogyan tudsz változtatni az életeden? Ezen az egész világon? Hogyha van egy kis perced, szívesen elbeszélget... Hogyha van egy kis perced, szívesen elbeszélgetnéd vele... Hogyha van egy kis percet, szívesen elbeszélgetnék veled erről, hogy esetleg még zöldebben élhessünk. Az a baj, hogy én most éppen lazulok a kukába. De, oké. Kérdezzük meg, annyira nem érdekli a szívemet, de... Jó van, kicsit morcosan, de hát ha tud nekünk tanácsot adni. Egyébként ő se lelkesedik annyira, azt hittem, hogyha már téríteni jön, akkor legalább... Legalább egy kicsit lelkesebben teszi, de úgy látszik nem. Na kíváncsi vagyok. Oké, ugye vannak itt tervek. A lényeg az, hogy bemutatott nekünk Knox, és ő ugye itt az Eco Mester, tulajdonképpen úgy tekintenek rá. Nagyon-nagyon szeret arról beszélni, hogy hogyan tudunk környezettudatosan élni. És hogyha esetleg szavazok rá, illetve a terveire, akkor ezt meg is tudjuk tenni a fákért, mindenért, hogy szép zöld legyen az egész szomszédságunk. Ugye, hogyha esetleg szeretnék rá majd szavazni, akkor különböző zöld aktivitásokban tudok részt venni, tudok jelentkezni ilyen környezetbarát ügyekben, illetve fel tudom használni tisztán az energiát, tehát tiszta energiát tudok előállítani, és bármikor tudok majd szavazni, vagy kimegyek majd a publikus szavazó táblához, vagy esetleg a saját postaládámon keresztül is tudok rá esetleg szavazni. A lényeg az, hogy legyen elég influence pontom, tehát ilyen benyomás pontom, és akkor el is tudjuk kezdeni az egészet. Hétfőn 6 órakor van vége a szavazásnak, és ezt a Simology panelen fogom megtalálni. Köszönöm szépen az információt, és megkértem arra, hogy mutassa meg, hogy hol van ez a... És most szerencsére van időm gondolkozni, mert hogy megint fel fog pörögni a gépem. Szóval, hogy hol van ez a szavazó tábla. Köszönöm szépen az információt. Ezzel már kaptam, hogyha jól látom, influence pontot is, 10 darabot pontosan. És akkor ugye itt megjelent ez a Neighborhood Action Plans panel. Úgyhogy ez egy teljesen új dolog. Gondolom ez is a kiegészítővel jött be. Oké, igazából szerintem itt zárnám le egyébként az első részt a videóból. Szóval... Én azt mondom, hogy akkor a streamnek is most itt lenne a vége. És nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztitek, remélhetőleg tetszett nektek, és tanultatok is egy kicsit belőle, hogy én mit hogyan szoktam csinálni. Igyekeztem azért magyarázni azt is, hogy videóban mit, miért, hogyan szoktam. Igazából nem annyira nagy ördöngőség, ahogy láthattátok. Arra szoktam figyelni, hogy jó helyen legyen a facecam. Arra szoktam figyelni, hogy ugye mindent megmutassak nektek egy-egy kiegészítő kapcsán, ilyesmi. És én akkor ezt most gyorsan el is menteném. A külön kis sztorit, azt majd valószínűleg este fogom hozzá elkészíteni, szóval sajnos azt most a streamben nem tudom nektek megmutatni. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebben a streamben, remélem jól éreztétek magatokat, és akkor délután 5 órakor jövünk vissza Bencével, tehát kereken egy olyan másfél óra múlva, és folytatjuk a Don't Starve-ot, illetve még lesz Code Warzone, szóval oda is várunk titeket sok-sok szeretettel. Ugye minden nap vannak itt streamek, szóval tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor sziasztok! Hello, hello!